74-es rajtámú Téti Sándor, a mögötte 71-es rajtámú Márta Feri, a 11-es rajtámú illetve a dobogó második fokára sokszoros bajnokunk 53-as rajtámmal Kamrás Karcsi. Csak a profiktól kaptam egy kör, kettőt. Hát már kötni Feri barátom, Márta pedig. Gratulált egymást egészen. Az 58-as rajtszámú Pisztel Zoli, gratul Zoli, elég volt ugye? Van még a paprikás rubriból? Van, jó van. Nagy baj nincs. Adunk a koleszterinnek. 38-as rajtszámban. Róth Béla, egy előkörű harmadik hely, gratul. Takar János 4-es rajtszámban, neked is egy óriási gratul, Ács Ferenc 69-es rajtszámú versenyzőnk. Nem is tudtam, hogy nem láttam, hogy itt van Forgácsózi, illetve Egnédi Lajos előző 7-es, utóbbi pedig 9-es rajtszámmal. És jöjjön akkor a kétszeres, negyedik helyezettő, 4-es, 6-os rajtszámmal, Havasi Zoltán. Feri barátom is úgy gondolta, hogy ennyi már elég. Hát egyébként és uraim, akkor következik talán a legizgalmasabb futam a mai napon. A profi versenyzőink jönnek ide. Szlovákiában nagyon sokan érkeztek hozzánk. Csak emlékeztető, jól a kettők, mert Brian Schulz védett az első helyen, valamint az összetetben is a 81-es rajtszámával. A négy éppenesek között pedig 795-ösre Szőke Márk védett az első helyen. Összetetben a második volt, ha jól emlékszem. Na akkor nézzük, hogy kinek mi jön most itt össze, illetve a harmadikból, bocsánat. Mert a 102-es rajtszámú versenyzők volt a második. A Riad személyében. Nézzük ott a sárga rajtszámot. Nézzük. A 104-es rajtszámú Tomasz Sinko. Brian mögötte. És Szőke ebben a pillanatban a harmadik. Bolf Ádám közben 103-as rajtszámmal. A 104-es Simko Tomasznak kíváncsi vagyok, hogy tudja-e tartani az őrült iramot, amit dikten rá az a bizonyos 81-es rajtszámú versenyzőnk. Meglátjuk, hogy hol tartunk jelen pillanatban.